Aztán, nehogy azt higgyétek, hogy el vagyok kenődve. Nem ilyen természetet örököltem. A családban volt ugyanegy távol ősöm, aki kétszer is neki szaladt fejjel a kilincsnek. Úgy lett öngyilkos. De eféle hajlamot nem érzek magamban. Különben is körös körül erdő van, udvar is elég nagy. Nem a kilincseknél érvéket a világ. Itt hátul lehet tartani jószágot, ezt-azt. Ha jönne a háború, az erdőről lehet fát hordani, mert amikor háború van, akkor nincs erdőkerülő. Említetted, Bandi, hogy lovat is tartanál. Mit kezdenél vele? Sok mindent. Felülnék rá. Elmennék akárhová. Például Csákvárra. Miért éppen Csákvárra? Mert azon a legközelebb. Hát haza, a Bújtosra. Elmennél-e? Talán egyszer haza is elmegyek. Jó is néz neki. Mennék keresztül az országon. Át a Dunán, Tiszán, egy lóval. Hazafelé. Hát akkor legközelebb majd fölvesszük a film végét. Addig is minden jót neked, Bandi. Minden jót nektek is. Tudod, van itt Kondor Béla Dózsáról készült szárnyas oltára mellett egy részkarc. Dózsa látható ezen is. Mostanában nehezen tudok megszabadulni ettől a képtől. Figyelj csak meg Dózsa mozdulatát. Ez valahogyan az utolsó előtti pillanat. Talán még csak Cegléden vagyunk, de ott van már mögötte a vaskorona árnyéka. És Dózsa nem akar megdögleni. Látod? Nem és nem. És úgy érzem, ez az utolsó előtti pillanat izgalmasabb, mint a legutolsó, amikor már kénytelen megadni magát a tűznek, és elviselni a véget. Azért akartam, hogy filmezzétek le helyettem ezt a képet, mert ebben minden benne van. Uh-huh. És mit csinálsz mostanában? Itt van a zsebemben a munkakönyvem, és keresek valamilyen nekem való munkát, amiben örömet lelhetek. Olvastam az újságban, hogy kinevezték az új szövetségi kapitányt. Igen, tudom. Én is olvastam. És te végül is miért nem vállaltad? Meg se kérdeztek. Hogyan? Ahogy mondom, meg se kérdeztek.